Reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntök a mai reggelen is minden kedves hallgatót. A mai alkalommal egy igét szeretnék nektek felolvasni Pál apostolnak a második korintusi levélből a 9. fejezet 10. versét. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, ad és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Nagyon sokat mondja ez az ige, hogy aki pedig magot ad a magvetőnek. Ha végig gondoljuk, Istentől kapjuk mind az anyagi, mind a lelki javainkat is. Például, hogyha nem kapnánk minden nap erőt a felébredéshez, vagy az Isten nem őrizné meg a mi egészségünket, a mi jólétünket, akkor nem tudnánk elmenni dolgozni, nem tudnánk anyagi javakhoz jutni ezáltal. Tehát igazából az Istentől kapjuk mind a lehetőséget, és mind az anyagi javakat végső soron, hogyha ezt így végig gondoljuk. És az ige arról szól, hogyha mi ebből a javakból visszaadunk az Istennek, ami jogosan is az övé volt, ha csak egy kisebb részét visszaadjuk, aki pedig magot ad a magvetőnek. Tehát nem arra költjük a vagyonunkat, hogy saját magunknak a vágyait, szükségleteit kielégítsük, hanem félreteszünk egy kisebb részt, amit oda tudunk adni másoknak, aki kenyeret ad eleségül az éhezőnek például, vagy a rászorulónak, akkor az Isten megsokasítja a ti vetéseiteket, azt írja az ige, megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Sokszor úgy gondolkozunk, hogy ha valamit adunk, akkor nekünk kevesebb lesz, de a Biblia tanítása szerint ez pont nem így van, hanem aki ad, annak még több lesz, és bővölködik Istennek az áldása, el tudja kísérni ezt az embert. Egy példatörténet jutott eszembe, amit nem is olyan rég hallottam én, és az volt a lényeg, hogy volt két ember beszélgetett, és az egyik megkérdezte a másiktól, hogy ha lenne két telked, akkor azt vajon oda tudnád-e adni az egyiket az Istennek a számára, Istennek a részére? És akkor gondolkodott a másik ember, és akkor hát azt mondta, hogy igen, ha lenne két telkem, akkor én azt oda tudnám adni abból az egyiket erre a célra. De utána tovább ment a gondolat, mert nem is tudom, hogy hangzott, de például egy olyan is felvetődött, hogyha lenne egy nagyon sok jószágod, vagy nagyon sok állatod, akiket megszerettél, megkedvelted őket, akkor abból vajon a felét annak a több száz állatnak oda tudnád adni, oda tudnád szentelni Istennek? És akkor megint a másik ember válaszolt pár másodperc elteltével, hogy igen, én ezt oda tudnám adni. Aztán egy harmadik dolog is felvetődött például, hogyha lenne egy autód, egyetlen egy darab autód, hogy azt vajon oda tudnád adni. És itt már nem is folytatom a történetnek a végét, ezt mindannyian magunknak kell megválaszoljuk, mert talán érthettük a példát, hogyha van, amiből van, abból könnyebben adunk, de hogyha csak egy valami van, vajon abból oda tudjuk adni azt az Istennek, oda tudjuk-e neki szentelni, mert sokszor úgy gondolkodik az ember, hogy csak akkor adakozik, akkor segít másokon, hogyha ő is majd bővölködik, először ő bővölködjön, és akkor majd utána tud segíteni másokon. De emlékezzünk meg arról a történetről, ami a Bibliában le van írva. A szegény asszonynak a két fillérje. Csak két fillérje volt, és mégis odaadta ezt mind a kettőt az Istennek, a egyházának az épülésére. És mégis Jézus milyen elismerően szólt róla. Sokkal elismerőbben szólt Jézus erről az asszonyról, mint aki a fölöslegéből tudott adni. Mert ez a szegény asszony odaadta mindenét. Amint meg van írva, szólt, adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Adott a szegényeknek, és az ő igazsága örökké megmarad. Mindenben meggazdagodjatok, a teljes jó szívűségre. Tehát ezt ír az ige, hogy mindenben meggazdagodjatok, aki magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, annak ezek a áldások tudnak kibontakozni az életében. Az Isten meg tudja áldani ennek az embernek az életét. Szeretnék még egy gondolatot, egy igét megosztani veletek példabeszédek könyvéből. 11. fejezet 24. versében azt írja az ige, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságát, de ugyan szűkölködik. Itt is ezt a párhuzamot láthatjuk, hogy van, aki bőven adakozik, és neki annál több lesz. Jézus is ezt mondta, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, annak attól az is elvétetik, amilyen van. Itt is ezt a képet láthatjuk, hogy
hogy aki bőven adakozik, az inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságát, de ugyan szűkölködök, aki szűk markú, annak sose lesz semmi, mert az Isten csak abban a marokba tud tenni, amelyik tárva nyitva van. És talán elsősorban itt nem anyagi javakra gondolhatunk, hanem gondolhatunk arra is, hogy lélekben egy boldogság, egy öröm, egy tényleg egy nagyon jó lelkületű, biztosan többen is tapasztaltátok már ezt az érzést, mikor segítetek valaki másokon, hogy akkor egy ilyen boldogság, egy örömteli érzés fog el mindannyiunkat, de nyilván nem csak itt erről lehet szó, hanem mind lelki, mind fizikális, anyagi javak tekintetében az Isten ki is tudja terjeszteni ránk az ő áldásait. Én ezt kívánom a mai reggelen, hogy tapasztaljuk meg ennek az örömnek, ennek az áldásnak a lehetőségét, és hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy aki magot áld a magvetőnek, hogy ebben tudjunk növekedni minden egyes nap. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek szép napot!